hányadik kékszalag és hányan indultak el a versenyen? A 49. kékszalag Erste Wörd versenye zajlik most itt a háttérben. Balatonfüred előtt rajtolt a mezőny 526 hajóval reggel 9 órakor. Jelenleg az élboly már a nyugati medencében Szemes környéken jár. Litkei Farkas és a 50-50 nevű katamarán küzd egymással az első két helyen. Őket követi a Blackjack, a Safram és a Red nevű extrém 40-es, viszonylag közel egymáshoz, úgyhogy még semmi nem dőlt el. Jelenleg a sebességekből azt látjuk, hogy a szél a nyugati medencében csökken az előrejelzéseknek megfelelően. Délután folyamán lehetnek zivatarok, de ez a csökkenő tendencia egészen éjszakáig megmaradhat. Az előrejelzés azt mondja, hogy keleti szél várható az éjszaka folyamán, ami majd frissülni fog. Úgyhogy hát várjuk a tényleges időjárást, és nagyon bízunk benne, hogy ma estére az első katamaránok beérkezhetnek Balatonfüreden a célba. Az elején volt egy kis bennragadás, meg egy kis keveredés, ön hogy látta a startot? Igen, hát ugye vitorlázás az egy ilyen sportág, főleg a túra versenyeken az időjárás nem befolyásolja a rajt időpontját, tehát 9 órakor előttük a rajtot, pont előtte egy 10-15 perccel állt meg szinte teljesen a szél, úgyhogy a nézők azt láthatták, hogy a rajt után nagyon-nagyon lassan törtek előre hajók. Itt is kiemelkedő volt a Rafika egytestű hajó, ami ilyenkor nagyon-nagyon gyors, ez egy Libera típusú hajó, 12-en vitorlázzák, illetve a katamaránoknak a sebességpotenciája jóval nagyobb, mint a mezőny többi részéé, úgyhogy ők léptek ki először. Majd hál' Istennek egy fél órával rajtot követően megélénkült a délkeleti szél, amivel a mezőny most már eljutott egészen Keneséig, a mezőny nagy része Kenesé és Siófok között hajózik. Ebből is látszik, hogy mekkora különbségek vannak sebességben a katamaránok és a túravitorlázók, a mezőny nagy részét adó sportolók hajói között. Ön volt kint a Nyílvízen, közelebbről is látta a versenyzőket. Volt-e valami fennakadás, vagy minden rendben volt? Én úgy láttam, hogy minden rendben volt, egy hajónak dőlt ki az árbolca, az Anna nevű 70-es cirkáról kaptam értesítést, hogy az árbolca kidőlt, nem tudok még részleteket, tehát hogy hol, mikor és hogyan, de egyébként azt gondolom, hogy az időjárás kedvez, tehát hogyha különösebb technikai problémák nincsenek, akkor mentési feladatunk nem lesz. Egyébként a Magyarországi Vízimentők Szakszolgálata segít bennünket, a Magyar Vitorlás Szövetséget, illetve a vízirendészetet abban, hogy a sportolók testi épségét, illetve az eszközmentést biztosítja. Mikorra várhatóak az első beérkezők? Igen, hát ez nagyon időjárás függő, ugye vitorlázásban, hogyha fúj a szél, gyorsabbak vagyunk, hogyha leáll, akkor nem, tehát várjuk azt, hogy kialakuljon egy stabil szél. Most pont azt látjuk, mint ahogy az előbb említettem, hogy a nyugati medencében csökkenő tendenciát mutat a szél, ugyanakkor ebben a kis szélben is ezek a katamaránok 7-8 csomós sebességgel tudnak haladni. Én nagyon bízom benne, hogy este 8-10 óra között már Balatonfüreden köszönhetjük az első hajót. Aki nem ismerné ezt a versenyt, annak elmondaná a lényegét? Igen, a kékszalagot 1934-ben alapították kifejezetten azzal, hogy hosszú távú navigációs versenyt hozzanak létre. A kékszalag ma is Európa leghosszabb tókerülő versenye. Légvonalban 155 kilométeres a táv. Balatonfüredről rajtolnak el a hajók. Kenese, Siófok és Keszthely érintésével térnek vissza Balatonfüredre. A verseny az első versenyen 21 hajó állt rajthoz, és szépen fokozatosan növekedett a szám, ugye most már 500 fölötti hajókkal versenyzünk minden évben, ami által az európai hasonló események közül is a legkiemelkedőbb versenyről beszéltünk, de nagyon büszkék vagyunk a Vitorlás Szövetség, és azt gondolom minden magyar sportoló, vitorlázó a kékszalagra. Ami érdekesség még, hogy a kékszalagot mindig a júliusi első holttöltéhez legközelebbi hétvégén rendezzük meg, tehát ezért az idő pontja a versenynek vándorol, akár egészen július elején, illetve július végén is lehet jövőre, ahogy néztem, július 27-én van a holttöltet, tehát lényegesen később fogjuk majd rendezni a versenyt, mint idén. Milyen feltételeknek kell megfelelni annak, aki indulni akar ezen a versenyen? Vannak technikai paraméterek, amelyekre meg kell felelni, hogyha nagyon leegyszerűsítem a dolgot, akkor 25 négyzetméternél nagyobb vitorlafelülettel rendelkező vitorláshajók indulhatnak el. Minimum 3 fős versenyengedélyes legénységnek kell lenni a hajó fedélzeten, hiszen itt hosszú távú versenyről beszélünk, 48 óra a limit idő, tehát a legkisebb hajók szombaton reggel 9 óráig érkezhetnek be a célba, ezért ez egy ilyen biztonsági követelmény, hogy mindenképpen 3 olyan sportoló legyen a hajónak, ezt tényleg kezelni tudja, és éjszaka is megvitorlázza. Ezen kívül különösebben más sem technikai, sem létszámbeli paraméter nincs, a maximum létszám 12 fő. Ha már főkről beszéltünk, azt tudjuk, hogy ki volt a legfiatalabb vagy legidősebb versenyző?
Ezt én most meg nem mondom fejbe, hogy ha jól emlékszem, akkor 86 esztendős volt a tavalyi Kékszalagon legidősebb versenyző, és 7 éves a legfiatalabb. Minden évben egyébként adunk díjat a legfiatalabb és a legidősebb versenyzőnek. De körülbelül ez a szórás, tehát 7 és gyakorlatilag majdnem 90 év között szóródik a versenyzők életkora.